Kapus a piacokon a sárga barack idén. Nem véletlenül azon kevés gyümölcs közé tartozik ugyanis, aminek nem emelkedett jelentős mértékben az ára tavalyhoz képest. Én itt szoktam venni, és nagyon szép az áruja, és meg aránylag az ár is jó. Sárga barackból idén bőséges a termés idehaza, ezért nem drágult olyan sokat, mint a többi kerti élelmiszernövény. A szekszárdi piacon már 400 forintért is kapni egy kilót. Bátaszéken jégeső volt május 25-én a névnapomon, úgyhogy az egy kicsit megpecsételte itt az árut. Ezért én olcsóbban adom általában, mint most a többiek, de azért úgy viszegetik. Az első osztályú gyümölcsért azért még így is van, aki elkér 850 forintot, de a legtöbben 5-600 forintért adják kilóját. A piacokon mostanra a kereskedők már csak hazai termesztésű árut kínálnak. Van magyar varslói dinnyénk, van nektarin barackunk, eper, ami a lényeg. Szakértők szerint a gyümölcsök és zöldségek drágulása egyébként biztosan nem áll meg. Egy újabb jelentős áremelkedésre ősszel kell majd felkészülni.